Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Itt horol. Öt kontinens magyar közösségei tartanak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából. A Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor programjának ösztöndíjasai idén is világszerte segítik a megemlékezések szervezését vagy felelevenítését ott, ahol ennek még nincs hagyománya. A diaszpórában sok 56-os menekültél, október 23-a megünneplése számukra és leszármazottaik számára is a nemzeti összetartozás az anyaországhoz kötődés kifejezése is. A legtöbben az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Németországban, Svájcban és Franciaországban telepedtek le, így ezekben az országokban a megemlékezés kiemelkedő kulturális esemény. További belföldi híreink. Elfogadhatatlan kezdeményezésnek nevezte a kormány a közös uniós határvédelmet és az európai bevándorlási ügynökséget. Kovács Zoltán szerint államhatár nélkül államiság sem létezhet, így a határvédelem központosítása sérteni a tagállamok szuverenitását. Az uniós vezetés nem vonhatja magához a döntésjogát a menekültek befogadásáról sem, tette hozzá. Az ilyen kezdeményezésekkel, mint fogalmazott, a brüsszeli bürokrácia újra és újra a migránsok befogadására kötelező és azt állandósító rendszereket javasol, miközben ezekre nem lenne szükség, ha az EU képes lenne a külső határok ellenőrzésére. Magyarország az elmúlt három évben 1 milliárd eurót költött határvédelemre, ezzel teljesítette a ráháruló kötelezettségeket, miközben Németország és a skandináv államok szabadulnának attól a több mint két millió bevándorlótól, akik az utóbbi három évben érkeztek illegálisan Európába, mondta Kovács Zoltán. Semmilyen Zsolt a KDNP elnöke nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, melynek lényege, hogy megteremtse az uniós lakóhelyjel nem rendelkező magyar állampolgárok számára az aktív választójog gyakorlásának lehetőségét az európai parlament tagjainak választásán. A törvénymódosítás értelemszerűen nem terjed neki minden határon túli magyarra, hiszen például mivel Románia EU tag, egy erdélyi magyar elvben kétszer szavazhatna, ami nyilván képtelenség. Ugyanez a helyzet a felvidéki magyarokkal is. Kétharmados támogatással választotta meg társelnökévé az LMP Demeter Mártát. Demeter Márta, aki a női társelnöki posztért egyedül indult, a megválasztását követően elmondta a célja, hogy pártja minél hatékonyabban képviselje azokat az embereket, akik az áprilisi választásokon az LMP-re szavaztak. Az új társelnök a kormány legkeményebb ellenfelének nevezte az LMP-t. A jelenlegi rendszer kártyavárként omlik majd össze, mi pedig készen fogunk állni a kormányzásra, fogalmazott. Hozzátette, maximálisan támogatja az LMP vezetése által eddig követett politikát. Romániában háromszor, négyszer többet keresnek az egészségügyi dolgozók magyar társaiknál, Közöltek Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője. Van egy bizonyos anyag, amelyből nem lehet várat építeni, fogalmazott az ellenzéki politikus, aki szerint a propagandagépezet a napokban azt a szöveget adta a fideszes politikus száj, politikusok szájába, hogy Magyarországon európai színvonalú egészségügy van. Hozzátette, ennek ellent mond, hogy két év alatt már 40 magyar orvos vállalt munkát Romániában, továbbá az egész tömegesek, tömegesen mondanak fel, és szinte minden héten bezár egy sürgősségi osztály. Vizsgálatot követel a Demokratikus Koalíció a főpolgármestertől a hármas metró felújításának csúszása miatt. Gyénéme Terzsébet a DK fővárosi képviselője közleményében azt írta, az eredetileg decemberre tervezett átadás helyett legkorábban március körjé, környékén fejeződhet be a rekonstrukció a föld alatti északi szakaszán külfölddel folytatjuk. Minden eddiginél nagyobb, több százezeres tüntetést tartottak Londonban a brit EU-tagság megszűnése ellen, illetve azért, hogy legalább a Brexit feltételrendszeréről újabb népszavazás dönthessen. A hatalmas megmozdulást a Népfoksa nevű kampánycsoport szervezte, amely tavasszal alakult ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével az újabb népszavazás kiharcolására. A People's Vote júniusban az EU-tagságról tartott népszavazás második évfordulóján már tartott egy tömegdemonstráció amelyen hozzávetőleg százezren vettek részt. A szombati tüntetésre azonban a szervezet saját becslései szerint ennek a tömegnek a sokszorosa gyűlt össze. A People's Vote a rendezményt biztosító aktivisták helyszíni számításait idézve szombat délután azt közölte, hogy a résztvevők száma 570 ezer körüli. A Scotland Yard szerint a londoni rendőrség nem tudja felbecsülni a tömeg nagyságát. Nem maradhat következmények nélkül az EU és Szaudarábia kapcsolatait, illetően egy olyan súlyos ügy, mint Jamal Hasoggi halál halála Szaudarábia isztambuli főkonzulátusán, mondta Karin Kneis, osztrák külügyminiszter. A brit kormány mérlegeli a szaudi bejelentést, Hollandia további vizsgálatot sürget. Szaudarábia szombaton ismerte be, hogy az újságíró meghalt isztambuli főkonzulátusán egy dulakodás következtében. Őszinte részvétünket küldjük Jamal Hashoggi családjának, miután megerősítést nyert halálának híre. Mérlegeljük a szaudi bejelentést és a következő lépéseinket, közölte a brit külügyi tárca hozzátéve, ez egy szörnyű tett volt, amelynek felelőseit el kell számoltatni. A szaudi bejelentésre reagálva Mark Rutte, holland miniszterelnök további vizsgálatot sürgetett az ügyel kapcsolatban. Az orosz titkos szolgálatok provokációjának tartja a Kárpátalja megye i állami közigazgatási hivatal a kárpátaljai magyar politikai vezetők képeit és magyar ellenes feliratot tartalmazó óriás plakátok kihelyezését a megye több járásában. Közölte Henna G. Moszkál, Kárpátalja kormányzója hivatalos honlapján. Bejegyzésében a megye vezető jelezte, a rendvédelmi szervek jelenleg nyomoznak a provokatív cselekmény elkövetői után, de szerint a végrehajtás módja és stílusa arra utal, hogy ez is az orosz szövetségi biztonsági szolgálat primitív provokációja. Megjegyezte, hogy az FSB az utóbbi években igyekszik egymásra úszítani az ukránokat és a magyarokat Kárpátalján. Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy tavaly áprilisban ismeretlenek szintén az éjleple leple alatt provokatív magyar feliratokat helyeztek ki a Beregszászi és a nagyszőlősi járások közigazgatási határán. Azok a feliratok akár csak a mostaniak, ukrán nyelvűek voltak, és hibákat tartalmaztak, mert oroszból ültették át őket tükörfordítással, írta Moszkál. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok felmondja a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló megállapodást, mivel Oroszország megsérti az 1987-ben aláírt egyezményt. Trump a nevadai Elkóban tett kampánykörútja után jelentette be ezt, de nem bocsájtkozott részletekben, nem mondta, hogy Oroszország mivel sérti meg az egyezményt. Felbontjuk a szerződést, majd fegyvereket fogunk fejleszteni, ha csak Oroszország és Kína nem egyezik bele egy új megállapodásba, fogalmazott Trump. A The New York Times című napilapban már egy nappal Trump bejelentése előtt azt írta, hogy az INF felmondásáról fogja tájékoztatni Moszkvában az orosz külügyminisztert. John Bolton, amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, alap emlékeztetett arra, a Trump kormányzat régi szándéka a kilépése szerződésből részben, mert Oroszország szerinte megsérti az egyezményt, Részben pedig azért, mert az egyezmény betartása megakadályozza Washingtont olyan új fegyverzetek telepítésében, amelyekkel ellensúlyozhatja Kína közepes hatótávolságú fegyverzetének növekvő arzenáját. Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő további rendelkezésig felfüggesztette egy ciszjordániai beduin falu lerombolását adunk egyesét a tárgyalásoknak és az ajánlatoknak, amelyeket a különféle érdekeltektől kaptunk az utóbbi hónapokban, indokolta döntését Netanyahu. A Jeruzsálemtől keletre két izraeli telep között található Hán al-Ahmárban mintegy kétszázan élnek, többségük tákolmányokban. A Beduin falu a megszállás és az izraeli telepes politika pusztításának jelképévé vált az utóbbi időben. Az izraeli hatóságok azzal vádolják Hán al-Ahmár lakóit, hogy illegálisan telepettek le a térségben. A falu október 1 kaptak időt arra, hogy elhagyják otthonaikat, amelyeket a föld el akarnak egyenlővé tenni. Az Európai Unió és az ENSZ is aggodalmát fejezte ki a település sorsa miatt, és döntése felül vizsgálatára szólította fel az izraeli kormányt. Gazdaság. A brüsszeli ázsiai Európa találkozó résztvevő országok több mint 50 állam a globális gazdaság 65%-át képviselik, mondta Deák Dániel politológus. A politológus szerint a találkozón a világgazdaság meghatározó szereplői vettek részt. Ázsiában Kína, Szingapúr és Vietnám térsége mutatja a legnagyobb fejlődést az elmúlt években. Az adatok arról tanúskodnak, hogy a globális növekedés legjelentősebb hajtómotorjaikön tűnnek fel ezen országok fűzte hozzá. Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború idejében az Uniónak kulcsfontosságú, hogy utat törjön magának Ázsia irányába. A szabad kereskedelmi megállapodás megkötése az Unió és ezen országok között kiemelten fontos, vélte a politológus. Végül időjárás jelentés. Hétfőn naposabb idő ígérkezik, a legtöbb napsütésre északon, északnyugaton számíthatunk, út változóan felhős lesz az ég. Kisebb eső legfeljebb kezdetben délnyugaton fordulhat elő. Az északi a szélnyugaton még élénk lehet. Napközben 14-18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Híreinkről bővebben a heti tv.com, illetve a Brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!